Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, először is szeretnék elnézést kérni a videóban láthatott képarányért, de sajnos a játékban nincsen széles vászon, úgyhogy be kell érnünk a 4:3-as hát képarányjal. Sajnos, viszont a játék kárpótolni fog érte, mert aki esetleg szerette a régi Castlevania játékokat, akkor ezt a játékot szerintem egyenesen imádni fogja, ugyanis nagyon hajaz rá. És ez a játék nem más, mint a Bloodstained Curse of the Moon. Meg fogjuk nézni, hogy milyen, nem biztos, hogy végigjátszom. Viszont szeretnék köszönetet mondani Remix Boy nézőmnek, mert ő ajánlotta nekem a játékot, hogy nézzem meg. És én így is fogok tenni, úgyhogy kezdünk egy teljesen új játékot. És hát sajnos nem enged normál felé menni, úgyhogy normálon fogunk játszani. Na nézzük, azt mondja, hogy ez a stílus, úgy néz ki, mint egy igazi retro kihívás, igen. Azt mondja, az easy, hogy végtelen életünk van. Ja, és igen, hogyha hozzánk érnek, akkor nem repülünk hátra. Igen, és nincs. Aha. Szóval, hogyha a veteránon fogok játszani, akkor biztos emlékeztek, hogy a Castlevania-nak volt egy olyan sajátos tulajdonsága, hogyha hozzád ért egy ellenfél, akkor így hátra repültél valami 1-2 métert, és eléggé kellemetlen volt, hogyha pont egy szakadékba repültél vissza. Szóval az úgy nem olyan jó. Viszont itt a casual-on ez nincsen. Tehát én ezt fogom kipróbálni, mert én a Castlevania-ban egyenesen gyűlöltem azt, amikor hátra szálltunk. Ó, azt így el lehet nyomni. Illetve pörgetni lehet. Jó. Na, szóval maga a játék az így fog kinézni. Tehát most mondjátok azt, hogy nem full Castlevania. Már aki ismert a 87-es, azt hiszem 87-es. Na nézzük, az első pálya. Annyi, hogy most nem egy ostorunk van, hanem van egy kardunk. Na nézzük. Aha, ezek a kék köcsögök töltik a weaponünket. Néhány vonat. Igen, ezeket szét lehet ütni. Itt van szív. Viszont akkor ebben a szív az ténylegesen életet fog nekünk tölteni, és ezek a kék üvegcsék töltik akkor a fegyverünket. Mert látjátok, hogy ezt nyilván kipróbáljuk. Tehát, hogyha hozzám érnek, akkor ez történik. A Castlevania-ban így hátra repültünk. Na, ingyen megnézzük, hogy... Igen! A szív az ténylegesen életet tölt. Hallod, a zene az valami eszméletlen brutál amúgy. Nekem rohadtul tetszik. Aha! És ebbe a kék viharlámpákban vannak a varázslatok. Zsír. Ezt is jó tudni. Ezt mindjárt le is teszteljük, hogy ez mit tud. Hoppá! Jó! Oké. Ennek majd még lehet, hogy hasznát veszük később, csak most már jó lenne visszatölteni azt a 37-et 40-re. Erre nem megyünk el, de átugrunk szépen. Ó, HP, az kell. Igen, látszik is, hogy végtelen élet van, de majd meg fogjuk nézni a... Ez mi ez? Igen, igen, Y-nal. Jókor írott ki, hát jó van játék. Fiat Y. Ezért írta ki. Ó. Egész pofás a játék. Opa. Jó, én csak megpróbáltam, mert Castlevania-ban voltak ilyen rejtett cuccok. Na nézzük akkor a... Nem megyünk a vonyattal. Ja, hát persze, hogy az leszakad. Aha, jó. Akkor ezeket a csillárokat leütjük. Hopp! Ez az. Viszont jó volna visszatör... Mi a tosz? Mi a... Lila farkas!
Aha. Viszont az ugrás az ugyanolyan béna. Aha, mehetett volna egy picit közelebb is. Na jó van, akkor szórakozzá tudod kivel. Figyeld, hopp! Menj már, az egész faszot. Lőj egyet, köszi. Hopp! Nem tudunk olyan gyorsan ütni, mint ahogy én szeretnék. Jó, megvárjuk a következő lövést. Okay. Nem, lefelé megyünk, nagyon jó. Jaj, a patkány! Patkony! Na nézzük, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Egy nem elég neki. Jó. Úgy néz ki, hogy lett volna egy másik útvonal is, ott van egy ajtó. Oké, és... Élet. Na várjál, ez nem tudom, hogy mi lesz. Ostor. Vigyük. Lehet, hogy nem véletlenül adja. Oho, boss harc! Annyi egy meleke győzünk gőzmozdonyt. Aztán hogy? Hűha! Ennyi, ez easy. Epe! Epe! Hello! Ajaj! Ne! A frances sem belé. Oké, erre. Ne! A francba. Az a baj, hogy erre meg már nem tudok felugrani. Hé! Hey! Akkor most megint jön majd fentre a cucc, mi? Ja. Kerüljük ki őket. Ez az. Nagyon jó. Ez az. Hey! Ez szerintem ennyi volt. Ja nem, még mozog. Mi a szar? Ne ugorj le! De ugorj le. Ennyi? Ilyen két HP. Alig maradt HP-nk, de megoldottuk. Ez így egész jó, egész pofás a játék, tetszik. Kár, hogy azt mondtam, hogy nem fogom végigjátszani a játékot, pedig nagy hiba volt, mert rohadtul bejön. Kösz, hogy megmentettél, szanyja. Jó. Shardbinder. Miriamnak hívják a csajszit. És most már szövetséges sem. Jó. Azt mondja, hogy a LBRB-vel lehet karakterek közt váltani. Igen, bla bla bla. Azt mondja, hogy... Aha. Tehát mindegyiknek meg lesz tulajdonképpen a saját előnye is, hátránya. Aha! Figyeljetek, tehát ő ekkorát tud ugrani, de ezt majd gyakorlatban megnézzük. Mindjárt megnézzük a második pályát. Ó, és akkor így mutatja a térképet is ott lent, hogy hogy fog kinézni a pálya. Menj már! Na, második pálya. Hú, a zene már picit keszlovéniásabb. Na figyeljetek, vele azt ott nem tudjuk megcsinálni, viszont ő jóval nagyobbat tud ámugrani. Szóval ő kelleni fog erre, és előkerült a Castlevania-s ostor is. Aj, de király, igazi nosztalgia ez a játék, gyerekek.
Jézus úristen! Azt te mi vagy? Jó, arra gondoltam, megcsináljuk még ezt a pályát, és utána megnézzük a veterán módot is, hogy milyen, mert ebben úgy kihívás nincs. Aha. És akkor mindegyik karakternek megvan a saját maga kis secondary weaponje. Na, látjátok, itt ezzel fel tudok ugrani, viszont vele már akármit csinálok, nem. Ő magasabbat tud ugrani, meg tud ilyet csinálni. Amivel még egyelőre nem találkoztunk, hogy lenne olyan része, ahol esetleg be kellene csúsznunk, de nem véletlenül van ez a képesség a leányzónak. Jó, csak azt hiszem, hogy HP ügyileg hogy állunk. Igen, karakterenként külön HP van. Ez egy picit vaj-vaj vördös. Kés. Jó lesz az. Azt mondja, menjék, mutatja a csontvász, hogy jöjjek erre. De nem tudom, hogy tényleg erre kell lejönni, mert most úgy érzem, mintha visszafelé mennék. Tudjátok, amikor Super Mario-t balra játsszátok végig. Ó, oh, hello! Na, ti mik vagytok? Kés. Jó van, hát hogyha már így felajánlja. Ó, vágom! Na, pont az ilyen részemről beszéltem. Tehát, hogyha itt valami hozzád ér veteránon, akkor így hátra fogtok repülni és leestek a szakadékba, és az nem úgy, nem olyan kellemes. Például most meghaltam volna. Viszont ilyen fegyverfejlesztést hiányolok. Neki csajnak is milyen jó lenne, hogyha lenne, és hogyha így lesz lájdolok, akkor ez történt. Milyen jó lenne neki ilyen fegyverfejlesztés, és akkor így hosszabb vagy lenne az ostor, vagy mondjuk nagyobbat ütne, vastagabb lenne, de inkább hosszabb. Ugye a Castlevaniában is volt ilyen, hogy lehetett fejleszteni kétszer, mert ott háromfajta ostorod volt a régiben. Aha! Ó, ez így nagyon király! Az nem se tud érni, de nevél. Na hát ez veteránon tudjátok, hogy mi lenne, instant halál. Nézzük. Juhu! Anyád! Jó, legjobb fegyver valaha. Ez nagyon király ez a fegyver. Nem. Így. Hello, mi? Aha! Ó, és most már 50 a max, amit a fegyverekre tudunk költeni. Hát, illetve értitek. Hát a weaponünk most már nem 40-es, hanem 50-es. Többet tudjuk használni a secondary-t. Nagyon jó! Mit gondolom, akkor lemegyünk. Kellene nekem viszont HP. Na, köszönöm szépen, csak kérnem kellett. Ne! Ez mi? Anyád! Ne már! Most elhasználtuk. Jó van, hülye de nevér. Mi? Jaj, boss time van. Azt ez mi az Isten? Mi ez? Anyád, ez ilyen... Kicsit olyan, mintha kontrából csöppentél volna ide. Fejezd már a hülyeséget. Húhúhú, that's reflex! Ne ugorj bele! Jégépisti.
Ennyi volt a boss. Elmenekült. Ugye? Hogy neki vágodott a falnak, te jó ég! Na nézzük, milyen karaktert kapunk. Erre most kíváncsi vagyok, mert szerintem minden bossnál fogunk kapni karaktert. Ez egy ilyen öreg aggastyán. Ő ilyen varázsló lesz, vagy ilyen alkimista. Aha. Jól látom, Alfrednak hívják, mint a kacsát. Igen, Alfred a kacsa. És most már ő is a szövetségesünk. Oké. Okay. Na, és akkor itt mutatja is, hogy rá tudunk. Bla bla bla. Szóval figyeljetek, itt írja is egyébként, hogyha átváltasz a karakterre, azt mondja, hogy hogy ő át tud menni a lehetetlen területeken. Igen. 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 De viszont nagyon alacsony a HP-ja. Az fasza. Jó. Tehát ő így néz ki. Lehet így ütni vele. Meg ugye ugyanúgy nála is lehet választani a fegyvereket. Ugye, amiket felveszel. Jó. És akkor jön a harmadik pálya, amit már most nem fogunk megnézni. És ugye azt ígértem nektek, hogy megnézzük, hogy milyen a játéknak a veterán módja. Ugye azt viszont csinálunk egy új játékost. Itt a normálon, viszont a veterán módot. Mert ugye eddig láttátok, hogy jó, ezt most itt szépen áttekerjük, hogy végtelen életünk volt, ami azt jelenti, hogy a karakterekkel bármennyiszer meghalhatunk. Tehát nincsen teljes game over, hogy nulláról kell kezdeni a játékot. A veteránon viszont ez már a végtelen, már csak 3 élet. És a weaponünk is nem 40-en van, hanem csak 20-on. Illetve 20-on. Az igen. Tehát nem tudjuk annyiszor használni a speckó fegyvert. És van egy olyan sejtésem, hogy életet sem sűrűn fog dobálni a játék. De azért ad, jól van. És ez a veterán lesz az igazi, régi, klasszikus Castlevania. Jó, egy ütésbe halnak. Mert figyeljetek most direkt, hogyha hozzám ér. Igen, igen. Hát ezt gyűlöltem a Castlevaniákban régen. Undorító volt. Várjál, már meg többet is sebeznek. Esélle. Hé! Hey! Most már viszont kéne HP. Ebben már tényleg van kihívás. Ez így már tényleg nem lesz könnyű menet. Lehet, hogy meg sem tudom csinálni még az első pályát se. Patkány! HP-t adjál már, barátom. A HP az nagyon kell. Hé! Hey, patkány! Ez az HP. Gyere már patkány! Hú, bakkerom, most beleugrottam volna. Hát ez így. Ez így nehéz lesz, gyerekek, de megoldjuk. Legalább az első pályát megnézzük így. Hú, ez zenesz. Rohadt jó. Majdnem mondtam valami csúnyát. Szóval, hogy most muszáj vagyok ezeket elhasználni. Pedig nincsen belőle valami sok. Áú. Lefelé tudtál mondani? Ó. Igen. 12-n van. 13. Egyeket ad a kicsi! Hí, a rohadt életbe. Meg tán 5-öt a nagy. És hogyha elhasználok, 3-at használ a használata, igen.
Mondom, és egyet ad a... Jaj, a farkas, a lila farkas. És nem nagyon ad életet, nem tudom, feltűnt-e. Aha, és gondolom, hogyha már megvannak a plusz karakterek, akkor itt át tudnék csúszni ugye Miriammal. Jó van. Köszi. Tehát érdemes visszajönni korábbi pályákra, már akkor, amikor megvannak a karakterek. Ad HP-t a játék, de nem olyan sűrű. Jaj, ne! Most majdnem meghaltam. Köpjék, úgy. Nagyon jó. Konkrétan nem akar a HP-t adni. Mi a fene van a játékkal? Oké, értem én, hogy veterán meg minden. De adhatna HP-t, mert ez így nem oké. Jó, legalább a fegyverünk tele van. Farkas! Gizé! Patkány! Nem nagyon van HP-nk. És nem tudom, emlékeztek-e, hogy a boss éppen, hogy csak meg tudtam ölni easy-be. Ó, azaz, köszönöm. Na nézzük. Hát... meglátjuk. Szerintem nem fog sikerülni. Na? Au! És ennyi volt a fegyverem. Oho! Ja, várjál, tényleg még jönnek először ezek. Ne, és pont belugrottam. Jó, nem mertem még egyet bevállalni. Na, azt mondja, először... Jaj, de zsivány! Ne! Azaz, húzza oda magad, az hagy vágjam le az arcodat. Ez az. Na nézzük, ki fog-e köpni hasából valami. Nem. Alatt, ha felkészülök rá, hogy köpni fog, akkor nem köp. Oké. Okay. Jó, ez a taktik, ez működhet. És meg volt elsőre. Mi a fene? Várjál, ide takarásba. Jó, megvan az első boss. És most jobban ment, mint először. Na most jobban oda kellett figyelni a HP-ra. Nagyon jó. Na, így ebben a játékmódban is kaptunk egy életet. Ebben a játékmódban így azért már van kihívás. Csak ha megkapjuk most Miriamet. Blablabla, ezt már ugye láttuk az előbb, csatlakozott hozzánk. Megnézzük még akkor a másik pályát is. Ez az. És akkor úgy lesz igazságos, hogyha tényleg mind a két pályát megnézzük, mert ezen már ugye voltak olyan szakadékból esek, sérülésből történések. És mivel könnyű módon csak lettek volna, most lesznek is. Mondjuk azért az kemény lenne, hogyha így veteránon, illetve ebben a klasszik módban nem együttésbe halnának az ellenfelek, hanem mondjuk 2-3-ba. Ezek az együttésesek, ezek így... ebben nincs kihívás. Na nézzük! Jó, mondjuk ő például 2-be halt. Várja csak! Nem, ott nem tudunk becsúszni az anyukon, ez nem olyan. Hé! Hey! Úgy. Nagyon jó. Hát igen. Mint mondottam, a Castlevania-ban ezeket nem szeretem, így hátra vágódunk. És nem tudom, valamit felvettem. Jó, hát a csávóval arra mentünk, akkor most menjünk erre, ez egy másik útvonal lesz.
ki. Hoppá, élet! Na, kell is. Ez az. Jó. Nagyon jó. Ajaj, kezdődik itt már. Vagy leesünk, vagy nem. Oké, eddig nagyon jó. Nem? Anyád, mi ez a kasza? Ne! Hé! Hey. Ez mi? Anyád, ilyen ézébe vagyunk. Ilyen a pusztítás istene, Dragon Ball, szia! Olyan veled. Ezért vagyok toppó. Ja, hát persze, de nevéreket azokat küldjed rám nyugodtan. Au. Au. Hello. Hello. Egy HP. Ennyi. Az így már van benne kihívás, gyerekek. Figyeld, és így van három életet. Nem minden egyes karakternek van egy élete, hanem... Hogyha mind a kettő meghalt, akkor fogyott el egy. Jó. Au. Na hallod, ilyet az... visszakaptam az életet. De mi? Ráugrott! Miért nem kapta? A lábújhegyem az rajta volt. Az a vajon ebben kapkodás is van. Ne! Hú, bakker. Oké. Ne, de nem ért, ne. Au. Rossz, de nem érek, fúj. Menj már innen. Au. Au. Hé, hey, miért nem ugrik ki? HP-t adjál, légy szíves. Mi? Jó, a Keszlovéniában is volt ilyen, hogy jött egy gyűzi, jött az enemy, azt szórta le a békákat. Anyád? Jó, ennyi volt. De jó, srácok. Jézusom, hát így már van benne kihívás. Ja, és innen, aha, jól van, hát. Oké, ebben így már van egy kis kihívás, úgyhogy ez rátok van bízva, hogy ha játszotok a játékkal, hogy melyik nehézséget válasszátok. Én azt mondom, hogy ha a régi Castlevania-t szerettétek, és az a kihívás is tetszett nektek, akkor mindenféleképpen a klasszik nehézséget válasszátok, ne a casual-t. Nem tudom, hogy mennyire jött át, hogy ez mennyire kurva jó játék. Nekem nagyon tetszik, és... Lehet, hogy végig fogom játszani, de videósorozatot nem terveznék belőle, mert így is rengeteg mindennel kell, hogy játszunk. Mert még el kell kezdenünk a Devil May Cry-t, akkor még ott van a GTA, tehát a Dark Souls-ok, van egy csomó minden játék, amivel játszani kell, és nem akarok még egy játékot bevállalni. Meg amúgy is régen volt random gameplay, most volt egy, kicsit nosztalgiáztunk, annak ellenére, hogy a játék nem régi, csak a hangulata olyan. Na de srácok, akinek tetszett a játék, az támogassa fejlesztőket, vegye meg, Steamen eléggé olcsón elérhető. Nem is tudom, mennyi vettem meg valami... Nem akarok hazudni, 10 euró volt? Vagy még annyi se?
Tehát nem volt egy hú, de részesen simán ki lehet bírni. Na, szóval srácok, hogyha tetszett a játék, akkor támogassatok a fejlesztőket, ha viszont a videó is tetszett, akkor csapassatok egy lájkot, nyomjatok rá a kis csengőre, iratkozzatok fel, illetve pont fordítva, előbb iratkozzatok fel, és aztán a kis csengőre nyomjatok rá, és a következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok!